Sziasztok! A legtöbb kérdés, ami az oszlopos kínai főzővel kapcsolatban előkerül, az a hűtés, a hűtővíz szabályozása, hiszen igazából ezen múlik minden. Ha a felhőmérsékletet stabilan tudjuk tartani, akkor kiválóan, egyszerűen, könnyen tudunk főzni a rendszerrel. Ha nem tudjuk stabilan tartani, akkor meg szenvedünk, gépészkedünk, tekergetjük a csapokat, nyomkodjuk a gombokat, rohangálunk a gázpalackhoz le, meg a vízszelephez, és nem lesz jó a párlatunk, nem tudjuk kézben tartani a folyamatot. Most éppen egy főzés után vagyunk, látjátok, éppen visszahűtöm a rendszert, már hűl vissza szépen a fejhőmérséklet, gázfűtés már el lett zárva, és gondoltam, gyorsan beszélünk egyet a hűtésről, mert gyakorlatilag a legtöbben itt szoktak hibázni, illetve itt jelentkezik olyan probléma, miatt nem tudják rendesen használni az oszlopot, és ezt se a forgalmazók, se mással használók nem nagyon szokták megemlíteni, pedig van pár kardinális kérdés, amit ha betartunk, a szabályt betartjuk, akkor kiválóan kezelhető a rendszer, ha nem tartjuk be, akkor meg csak szenvedés lesz a vége. A legfontosabb az, hogy ugye itt látjátok, a rendszer a hálózati vízről vezetékes víz formájában érkezik, nagy nyomással. Ez nekünk nem jó. A nagy nyomást mindenképpen redukálnunk kell, mert a nagy nyomás egyben azt is jelenti, hogy nehezen szabályozható, kis lépésekben, a legkisebb szelepmozgattal is óriási változás következik be a térfogatáramban, ezért mindenképpen be kell építeni a rendszer elé egy nyomásszabályozó szelepet, egy nyomáscsökkentő szelepet. Itt láthatjátok, ez egy egyszerű olasz termék, talán vagy 2500 forint, vagy ilyesmi áron kapható. A legtöbb viszonylag egyszerűen működik, az alján van egy imbuszkulcsnak kialakított nyílás, azon keresztül lehet beállítani a nyomást. Egyszerűbb, ha van egy manométerünk, akkor könnyebb beállítani a keresett értéket, de ha nincs, az se baj, az olcsóbb változathoz nem jár, nem is kell amúgy, nem létfontosságú, mert nem a nyomásértéket kell nézni, hanem azt, hogy pontosan hány liter víz folyik ki percenként vagy óránként a rendszerből. Ezt követően igazából bármilyen szelep alkalmas, tehát hogyha a nyomást, a hálózati, nem tudom, 7-8-9 bar nyomást leszabályoztuk a nekünk szükséges értékre, utána már bármennyi lehet vagy bármilyen szelepet használhatunk. Sokan radiátor szelepet használnak, mások kerti csaphoz való szelepet. A tűszelep egy kicsit kifinomultabb, mert annak ugye a működési elvéből adódóan egy mozdulatra, egy tekerésre finomabb víz áram változást érünk el, és ezért én a tűszelepre esküszök, de radiátor szereppel is meg lehet csinálni, nincs azzal semmi gond. Ha van nyomásszabályozó, ha nincsen, akkor bukjuk az egészet. Hogyan kell beállítani? Ugye ez a nagy kérdés. A beállítás viszonylag egyszerű. Ha teljesen kinyitjuk a csapot, koppanásig, akkor mérnünk kell, hogy egységnyi idő alatt mennyi folyik ki mondjuk a rendszerbe. Érdemes összerakni az egész oszlopot úgy, ahogy majd használni fogjuk, tehát hogy a valós körülményeket szimuláljuk. Ugye a véghűtőről lejön a víz, átköt a deflegmátorba, és a deflegmátorról pedig lefolyik valamilyen gyűjtőedénybe. Érdemes úgy összerakni a rendszert, ahogy majd használni fogjuk, ráereszteni a vizet, és gyakorlatilag, ha jót akartok, akkor megméritek azt, hogy egy perc alatt hány liter víz folyik ki. A realitás az, hogy jellemzően olyan 10-20 liter víznél több óránként nem kell, mondjuk 20-30 liter, egy négyszoros oszlopnál inkább mondjuk 20-30 literrel érdemes számolni óránként, ami azt jelenti, hogy percenként jellemzően fél liter víznél többet nem fog használni az oszlop. Tehát úgy érdemes beállítani a nyomásszabályozót, hogy ennek nagyjából mondjuk a dupláját hozza, a dupláját engedje át a rendszer, a leszabályozott rendszer. Így marad egy kis tartalék arra az esetre, hogyha sürgősen kellene mondjuk ráhűteni valamiért, mondjuk megszaladt a fejhőmérséklet, és kellene egy nagyot korrigálnunk, akkor arra pont alkalmas a nagyobb vízáram. De jellemzően, ha mondjuk azt mondjuk, hogy
fél litert fogyaszt percenként, akkor, vagy egy litert tegyük fel, akkor olyan 60 liter, 100 liter óránkénti fogyasztásra érdemes belőni, és kiválóan működni fog. Nincsen semmi egyéb trükk, gyakorlatilag onnél kezdve a szeleppel 10 fok stabilan lehet tartani a felhőmérsékletet. És ugye erre azért van szükség, mert az oszlopos főző működési elvéből adódóan a felhőmérséklet dönti el azt, hogy az oszlop buboréksapkáin keresztül mi áramlik át, mi az, ami gőzformájában eljut és kész párlatként a gyűjtőegyeinkbe kerül, és mi az, ami kicsapódik és visszafolyik az üstbe, vagy megreked a tálcákon. Tehát gyakorlatilag a felhőmérséklet uralása az oszlopos pálinka főzés egyik legfontosabb ismérve. Ehhez pedig ismétlésként nyomáscsökkentőre és egy szelepre van szükség, amivel precízen tudjuk szabályozni a hűtő körben áramló víz egységnyi időt, átáramló víz mennyiségét. Egy ilyen nyomásszabályozó szelep az körülbelül 2-3000 forint. Egy ilyen tűszelep a kínaiaktól, eBay-ről, AliExpress-ről, akárhonnét szintén 2-3000 forint, tehát az egész egység mondjuk 5-6000 forintból megvan, és onnét kezdve garantáltan nem lesz többet problémánk a szabályozással. Az oszlopokhoz gyáriak szokott járni ilyen gyors csatlakozós műanyag szelep, nem ér semmit, jellemzően az első vagy a második használatnál besül, elromlik, széttörik, minden baja van. Nem ajánlom a használatát, mert nem tartós, és jellemzően pont akkor fog tönkre menni, amikor a legnagyobb szükség lenne arra, hogy használjuk. Úgyhogy, ha lehet választani, akkor inkább valami masszívabb fémházas szelepet érdemes vásárolni. Az működik, stabil, és tökéletesen uralható a felhőmérséklet vele, és így gyakorlatilag az egész főzés menete is. Más trükk nincsen, tehát aki azt állítja, hogy ez űrtechnológia, meg bonyolult kezelni, az valószínű azért mondja ezt, mert ezt az apró trükköt nem ismeri, hogy egy nyomás csökkentő szeleppel először beállítjuk a szükséges tartományt, ami a vízáramot illeti, és utána pedig egy tetszőleges szeleppel, radiátorszeleppel, tűszeleppel, bármivel tartjuk a felhőmérsékletet, finoman szabályozva azt. Ha ez megvan, akkor maga az oszlop kezes bárányként fog funkcionálni.